Vél hát, most nem pillanatok, azt is bejött. Szerény, APM-et nem néztünk nálunk még. Mekkora az APM-et kb? Nekem? Igen. Fogalmam nincs. Hát nem is gépzsírnak, most ő néz. Ezen a pályán termelve milyen utást érdemes? Itt érdemes 15 hegycselni, vagy? Persze. De minden mapon azt kell. Elvív itt a remek alkalom, hogy megkérdez az ellenfelektől, hogyan verd meg. Ilyen labere nem fordulhat elő az úti. Ja. Hát ebből ja, körülbelül ja, 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 nem itt vagy, akkor ott vagy, ha a legutolsó hely. Mikor érdemes delíteni a, még a 15 hatch előtt, vagy a pool előtt, vagy miután lementek ezek már akkor utána? Drónra gondolom. Mondom, én nem delítek izével drónnal. Ja, Én megvan, ami kész a 4 wing, az kész. De mondom, hogyha proxizik, akkor kiszúrott többnyire egy... Mázi van meg egy jó overlord placement-e. Nem vagyok jó talán, én megmondom. Amúgy Gépzsír az alacsába majdnem elvert engem. Zergen. Lelánoztam. Az a... Zola mostanában nyert az. Ja, Zola. Jövel. Nem mondom, hogy megizzasztott, csak betámadt egyszer és... Nem számít, ami ekkora erővel támad. Aztán megmérgődöttem, és akkor dupla voltam mindenhol. Ajánlatos amúgy visszanézni majd. Gépzsír ugye feltöltetett YouTube-ra. Persze. Érdemes kétszer-háromszor is visszanézni ezt a kommentálást, mert mondjuk sok dolgot elfelejthetsz. Na, látok két raxot. Gáz csak most jön. Én ebből a szűrnöm, hogy hú, két gáz is jön. Na ebből mit lehet leszűrni? Ebből mire következtetsz? Mit csinálnak a két gázzal? Hát... Mi az? Medivac Marauder? Éppensége, Marauder nem. Hát az biztos, hogy mivel még csak most készült el a két gáz, a hatodik percben eddig nem volt gáz, tehát még eddig semmilyen gázos techet nem csinált. Viszont most bármikor már csinálhat gázos tracket, és mivel két gáz rakott le, ezért tehát hirtelen rengeteg gázt kellett eddig ezért valószínűleg valami
olyas, van gázigényes dolgot fog csinálni. Szerintem. Igen. De mivel eddig nem rakott gázt, és láttad, hogy milyen egységei vannak, nem tudod, hogy még experte vagy sem a Terrán. Pedig már a 7. percnél tartunk. Igen, mondom a négy linget, látod ezért érdemes visszanézni, mert mondtam, hogy a négy linget fel kell jönni. Ha most valaki nagyon cseles, akkor csinál egy ilyet, mint most én. Mert hogyha most nem expert, akkor valószínűleg, hogyha gáz nélkül csak gyűjtötte a minerált ilyen sok SCV-be, akkor valószínűleg rengeteg marint gyűjthetett, amivel bealineszhet. De hogyha expert, akkor meg is van a magyarázat, hogy kellett neki a minerál, az expert, meg a védelemre. Pontosan. És hogyha expert, ez meg azt jelenti, hogy van időd. Mert hogyha expert, akkor nincs pénzed sereget csinálni, és akkor neked van időd, akkor te is tudsz expertni még többet. Igen, csak vigyázz kell, hogy... A scoutolni kell, hogy mire megy. Mert nehogy befajloljon egy timing push. Mert hogyha arra mentem volna, akkor már halott lenne. Én is goldos vagyok egyébként, és akár találkozhatunk is a haderen. Hát biztosan nem elég goldos vagyok. Ja? Én Artival találkoztam múltkor haderen valami. iMaster Zerg magyar. Aztán elvertem, de nem tudom, hogy egyébként linkránozott egy csomót. És az kivétel minden támadását, és rót sasán. Az overseer az jó ötlet, azt én is mindig szoktam, mert abban mindig termelődik a changeling, és azt mindig el szoktam küldeni az ellenfél bázisára, hogy csak hogy nézem be az ajtón. Aztán, hogyha szerencsém van, akkor be tud menni, körülnézni, hanem akkor meg, ha már láttam a rámpáját a changelinggel, akkor már is tök jó információ. Melvin, mit láttál ebből? Milyen van? Azt, hogy van hatalmi sárfelejtet, tehát így mondhatni. Milyen van neki? Hát én Marin tankot láttam. Így van, tehát van tank tekje. És valószínűleg akkor Siege-et is csinál, hogyha már van tankja. Ja. Ilyenkor, amikor van egy ilyen benézés, akkor érdemes gyorsan rákattintani egy Marinja nyára vagy egy tankjára, hogy megnézd, hogy ő fejlesztette tőle plusz egy szentjét. Pontosan. Mondja te helyettem, mert ha nagyon én kezdek el beszélni, akkor nem hát tudok jó, figyelni. Hát jó, értek hozzá nagyon, tehát így elméletben tudom, mit kéne csinálni, csak én is csinálom. Elég. Meg azt is láttad ugye, hogy amikor megölte a lingjeidet, hogy már vitte oda az új bázist, tehát valószínűleg akkor már három bázisa lehet. 12. percnél járunk. Igen, látom a három bázist amúgy. Ja. És ez megint csak azt jelenti, hogy ha három bázisa van, hogy arra költi a pénzét. És ilyenkor te meg nyugodtan te is tudsz expelni, főleg úgy, hogy 3000 minden állat van, rengeteg. Ja. Figyelj, küldök, ha megdobsz egy e-mail címet, akkor küldök majd neked egy replay pakkot minden három meccsáppal, és mindegyikbe rakok 5-5 meccset, amelyiknél jól sikerült elköltenem a pénzt, meg hasonló tudsz. Lásd a timingon. Ezt a meccset azért fogod elveszíteni, mert nem derítesz, és nem tudod, hogy jön. Most már látod, mert jön ott az overlord. Na, kijöttek a mutáid. Lerakott
szépen szétszórta a terrán a egységeit, hogy minél szarabbul tudjad. Na jó, mondjuk bronzba ilyet nem lehet látni. Igen, de én nem bronz rank 1-re készítelek fel, hanem GM rank 1-re. Látom, igen, hogy többet kellett volna vinni, több mi az istent, overseer-t. Nem igaz. Szerintem vakon játszottál, mert nem láttad, hogy mikor indul el. Egyszer-kétszer derítettél, de sose láttad, hogy milyen a serege. Mert ha látod, hogy csak Marinból áll, akkor érdemes lett volna a Bailing Nestet lerakni. És igaz, hogy splittelte szépen a seregét, de azzal effektívebben tudtad volna védeni ezt a támadást. Nem, igazából azt akartam most itt. Azért van az alapötlet, hogy a mutákkal bent tartani, és addig kihozni valami nagyon erőset, tehát vagy Broodlord, vagy Ultrák a 4 base-ről. 4 base-re? Bocs, de inkább mindenom a base-re, jó, haza úgy sem állnak. Jó, hát most lett kész, tehát ez lett volna az alapötlet. Jó hosszú távú ötlet, mert az Ultra az már ilyen late-game-es téma. Ja. Nem szabad nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú vizére csinálni. Szerintem érdemes betervezni egy ilyen... tehát egy játék során érdemes betervezni ilyen agresszivitásokat, ilyen pushokat. Tehát ilyen három pusht egy játékban, hogy mondjuk midgame-ből betervezel egyet. De nem ilyen all-in-ra gondolok, hanem csak egy pusht, ami, hogyha bejön, akkor nagyon nagy előzőzőt tartad, de ha nem, akkor sem dől össze a világ. Tudod, azért, hogy ő ne tudja azt csinálni, amit akar, hogy megzavarda a gondolkodását. Mert most teljesen kihozta ezt a Marine Tank medveket, mert nem zavarta nagyon. És mondjuk azt csináltam volna, hogy hamarabb kihoztam volna mutákat, hamarabb harassolok, és közben előről is betámadtam volna. Hú, hát az nagyon sok minden lett volna egyszerre. Ideje a mutákkal, hogyha bemész, előbb megmondtam még a replaynél, hogy ha van mutád, akkor addig harasolj vele, ameddig csak tudsz. Ez tényleg nagyon jó ötlet, mert hogyha egy mutában cseszteted a mutákkal, akkor nem tud foglalkozni mással. És te pedig tudsz. Tehát mit tudom, én leszettem volna a harmadik base-t, amit hogyha a mutákra viszi a marinokat védeni, akkor nem véd semmi az égvilágon, mondjuk blingekkel. Nem az a cél, hogy tényleg, akkor itt a falat leszettem volna.